Ebben a videóban három olyan dologról lesz szó, amik közül, ha egy is hiányzik, a reklámot súlyosan alul fog teljesíteni. Ennek apropóját a most futó vevőgyár kampányunk adja, amiben egy elég baráti áron tudod lefedni a teljes vevőszerző folyamatodat, ami ugye a reklámmal kezdődik, itt találkozik legelőször veled a vevőd. Az első dolog érdekesen. Vajon miért reklámozunk videóban? Mert rövidebben el tudjuk mondani ugyanazt? Vagy mert lát egy arcot a vevő? Ugyan már. Azért, mert szórakoztat, mert látványos, mert mese. Mert megragadja a figyelmet. Megvan a figyelme? Nyertél. Innentől kezdve bármit mondhatsz neki, akár hosszabban is, mert most már rád figyel. Viszont ez nem megy egy dögunalmas cég videóval egy felhólyagosodott tapéta előtt. A reklámoddal nem informálni akarsz, hanem azt akarod, hogy észrevegyenek. A hely nekem például informál a reklámjaival? Dollármilliókból készülő félperces reklámokról beszélünk. Eszükbe se jut informálni. Jó sört csinálnak? Hát... ízlés dolga szerintem nem különösebben, mégis egy egész bolygó ismeri a reklámjaikat, és elég jól szalad nekik a szekér. Váltson ki hatást, aztán ez alatt a hatás alatt meg majd tudsz hosszabban beszélni hozzá. Szórakoztas, csinálj cirkuszt, mesélj, vagy csináltasd meg ezt az egészet velünk. A második pont röviden. Ha ezt figyelmen kívül hagyod, jó eséllyel semmit nem fog érni a videót, bármennyit is költs rá. A lehető legrövidebbnek kell lenned addig a határig, amíg nem sérül az információ tartalom. Mikor látja a néződ a videódat? Abban a 2 percben, amíg a főnök kilépett telefonálni, ő meg ránéz a Facebookjára. Vagy otthon, amikor a felesége már 5-ére szól, hogy jöjjön vacsorázni, és különben se vitte le a szemetet. Harmadik pont, egyszerűen. Az a tapasztalatunk, hogy az egyszerű dolgok ütnek igazán nagyot. Onnantól kezdve, hogy elkezdtük bonyolítani, meghalt. Fene tudja, így vagyunk kitalálva, az egyszerű dolgok működnek, a bonyolultaknál valahogy nincs meg az átütő erő. A dolog másik része, hogy amikor a néző találkozik a reklámoddal, szinte kizárt, hogy teljesen rád figyeljen. Dolgozik, nézi a Facebookot, telefonál, és közben mellesleg egyszer csak elé került egy reklám. Megvan osztva a figyelme, jó esetben is csak a 20-30%-a jut rád, ilyenkor olyan, mintha egy 5 évesnek beszélnél. Szerinted mennyit fog érteni belőle, hogyha bonyolult a reklámod? Szóval ez lenne a három legfontosabb dolog, amire oda kell figyelni egy reklámnál. Legyen érdekes, legyen egyszerű és legyen rövid. Azt ne feledd, hogy jövő keddig, március 21-ig él a vevőgyár, amivel a teljes vevőszerző folyamatodat lefedheted egy eléggé baráti áron, részletek itt lent.